2020-ban elindítottuk a partnerkapcsolati hálózatunkat, ami az elmúlt időszakban egy elég magas számot vont maga után. A harmadik kerületével már évek óta kapcsolatban voltunk, és azt gondolom, hogy Budapesten az egyik legkomolyabb B-szintű klub, és mindenféleképpen velük szerettük volna együttműködést létrehozni. Ez most valósult meg, a gyerekek felfelé áramoltatását fogja elősegíteni, és a legügyesebb gyerekeink 11 éves, 13 éves kortól hozzánk fognak kerülni. Az MLS kialakított egy rendszert, ahol kategorizálta az utánpótlás egyesületeket. Van a 10 kiemelt állami akadémia, és ezen belül pedig 30 B-szintű klubot állapított meg az országon belül. A legpotenciálisabb klubot sikerült magunkhoz dédelgetni, vagy együttműködni, mert azt gondolom, hogy az utóbbi időben a harmadik kerület felőtt a legnagyobbat B-szintű klubok között itt Budapesten. Az elmúlt időszakban is volt már arra példa, hogy aki nálunk kevesebb lehetőséget kapott, az tudott B-szintű klubban igazolni, és ott tovább fejlődni, és erre nagyon sok példa van, ahol a tőlünk eligazoló kisfiú a kerülethez került, és egy új önbizalommal, új lehetőségekkel tudott tovább fejlődni.